Ücsörgök itt a képjárműbe, várakozok egy darabig. Aztán jött egy-két gondolat. Gondoltam, videóra rögzítem egy-két érdekes valami. Hát, ha van értelme. Van értelme, vagy nincs értelme, ezt mindenki el tudja dönteni. Vagy nem biztos, hogy el tudja dönteni. De el tudja, legyen úgy, hogy el tudja dönteni. Szerintem egyébként van értelme ezeknek a dolgoknak, bárminek, amit egy kicsit teszünk, mondjuk egy videónak is. Bocsánat, ha egy kicsit is. Tud az ember változtatni az életén, a dolgain. Persze sokan mindjárt azt mondják, hogy nincsenek értelme, mi értelme van. Úgyse hiszünk benne, úgyse tudunk változtatni semmin. Hát ha így gondolkodunk, akkor nyilvánvalóan nem is tudunk változtatni. De hát ez visszavezethető a neveltetésünkre, az egész gyermekkorunkra, az egész társadalom, az egész rendszerre. Azt szeretné, hogy ne higgy önmagadba, hanem higgy az orvosnak, higgy a kormánynak, a rendszernek, hogy majd megoldják a te dolgaidat, majd segítünk neked, majd te csak várd a csodát otthon, és előbb-utóbb mi majd segítünk neked. Tehát minél kisebb legyen az embernek a hite, az önmagadban levő hit. Mi az a hit igazából, mivel hiszünk. Mindenkinek van egy hitrendszere, mindenki hisz valamiben, én is, te is, a harmadik is, negyedik is, ahonnan látjuk a világot, ahogy gondolkodunk. És az egész rendszer, mint mondtam, arra alapszik, hogy ne higgy önmagadban, hanem valaki másba, például a rendszerbe, a kormányba, a munkáltatóba. Hogy te nem vagy igazán képes semmire, nem tudsz eljutni valahová, egyről a kettőre igazán, hiába akarsz törekedni. Mert akárhogy is gondolkozol, vagy akárbe is hiszel, de gyerekkorod óta csak azt nevelték beléd, hogy nincs igazán önbizalmad. Ez azt jelenti, hogy nem hiszel saját magadba, hogy te meg tudod teremteni azt a valamit, amit valójában meg szeretnél teremteni. Vagyis hát nagyon kevés az az ember, aki meg tudja ezt teremteni. Ugye a rendszernek nincs szükség olyan emberekre, akik önállóak, szabadok, szabad gondolkodások, szabad elvűek, akik meg tudják teremteni a dolgaikat. Egyről a kettőre tudnak jutni, nem alkalmazotti státuszban vannak. A rendszernek az a jó, hogyha reggel fel kell szemét dolgozni, vásárolsz, fizeted az adódat, aztán kész. Na visszatérve a hitrendszerbe, ki mivel hisz? Úgy gondolom, hogy van értelme ezeknek a kis videóknak is talán. Vagy egy-két apróságnak, tök mindegy, hogy mi az, mit csinálsz, hogyha az áruházba vásárolsz, és kedvesen hozzászólsz például az eladóhoz, vagy a pénztároshoz, rámosolyogsz, beszélgetsz vele, kommunikálsz vele egy kicsit, ugyanúgy ember számba veszel mindenkit, mert az én elméletem szerint senki sem több, se kevesebb a másiknál, mindenki ugyanannyit ér, és ugyanannyit ér a munkája abból a szemszögből. Tehát, hogyha te kedves vagy mondjuk abban a pénztárossal, akkor lehet, hogy az annak egy kicsit jobb napja lesz, és hazamegy, és akkor nem dúfúl a gyerekével, vagy a férjével, vagy a szomszéddal, vagy bárkivel, hanem azt a kedvességet egy kicsit tovább tudja adni, hogy már történt valami jó is a napjában. Vagy például benned is, hogyha mész az autóval, kilép valaki eléd, vagy egy autós eléd vág, nem kell mindjárt dühösnek lenni, meg üvöltözni. Mert az a feszültség, az a düh, az benned keletkezik. Az itt van, az megvan. De hogyha nem leszel dühös, ha megérted, hogy ő most lehet, hogy valamiért kivágott eléd, lehet, hogy valami problémája volt, vegye fene, menjen csak. Az a düh, az a negatív energia nem keletkezik benned, nem viszed haza, nem súzod rá a nejedre, a férjedre, a szomszédre, a gyerekre, bárkire, hanem ugyanúgy kedvesen, normálisan tudsz vele beszélni, akkor már többet tettél, mert ugye az a kedvesség tovább
gyűrűzik, vagy az a nyugalom, az a csend, az a béke igazából, ami... Persze mondhatjuk, ez kicsit ilyen utopisztikus dolog, de meg mindenki azt mondja, hogy jó, én nem tudok változtatni, nem tudok csinálni semmit, mert ki vagyok én? Hát nincs vagyok senki, igazából egy ember vagyok a sok közül. Tök mindegy, hogy mi a nevem, mi a titulosom, hol dolgozok. Én csak a magam részén, a kis környezetemben tudom ezt megtenni, változtatni, hogy próbálkozom én is, persze nem mindig sikerül úgy az egész dolog. De mit is akartam az elején a hitrendszerről beszélni, ugye nagyon elkanyarodtam itt a témakörbe. Ki miben hisz? Én ebbe hiszek, te abba hiszel, te abba. És ugye a társadalmat úgy nevelik, hogy másba higgyünk, de... Például az orvosokban. Tehát nekem is volt saját példámat tudok mesélni egy esetet, hogy... Valamikor régen, még 10-akárhány éve aszmás lettem, allergiás, elkezdtem fulladni, jár. Többször előfordult az akkori tudásom szerint, hát most mit csinálják, nem ismertem még ezeket az alternatívákat, elmentem orvoshoz. Tüdőgondozóban megnézték a tüdőmet, hopp, 70-75%-os a tüdőkapacitása, uram, allergiás vagy 8-10 dologra, rendben. Gyógyszer, szívóka, szedje. Jó. Egy év eltelt, visszamegyek. Hát közben írták fel ugye a gyógyszert, mentem vissza, de egy év múlva visszamentem kontrollra. Ugyanúgy ellenőrzés, ugyanúgy 70-75%-os a tüdőkapacitásom, nem változott semmi. Kérdeztem a doktornőt, hogy de doktornő, hogy nem változott semmi, nem javult az esetem. Azt mondta, fiatalember, ez a betegség gyógyíthatatlan. Ezekkel a szerekkel, csak szinten tudjuk tartani. Akkor elgondolkodtam, hogy gyógyíthatatlan. És akkor életem végig szedjem a gyógyszert. Ezt nem értem teljesen. Hát jó van, de aztán ugye úgy alakult, hogy kezembe akadt a dr. Lenkei Gábornak a Cenzúrázott egészség című könyve. Elolvastam, és ott sok érdekességet leír benne, hogy a gyógyszeriparról háttérhatalmak, hogyan működik az egész. Orvoslás, stb. Félre ne értsek. Maga az orvoslásra sincs semmi probléma, mert szerintem tök jó, meg tök jó dolgok vannak, csak ugye amit ők megtanulnak, ahogy csinálják az egészet, ők is amik egy nézőpontból látják, és ők azt hiszik, hogy például ez gyógyíthatatlan betegség, vagy a legjobb tudása szerint próbálja átadni az egészet, de ez nem biztos, hogy a valóság. Na, kanyarodjunk vissza, tehát ugye elolvastam ezt a könyvet, hát vettem egy doboz vitamint, mondom magam, kezembe veszem majd az én sorsomat, aztán lesz valami. Elkezdtem nagyobb dózisba vitaminokat szedni, C-vitamint, multivitamint, előtte is szedtem, de nagyon lájtos, kisebb mennyiségben. Elkezdtem szedni, eltelt egy év, visszamentem kontrollra, megnézték a tüdőkapacitásomat, lásd csodát, 85%-os volt a tüdőkapacitásom, és úgy, hogy egy évig nem szedtem semmiféle gyógyszert, se az, ezt a fújókát, szívókát, hogy mi a túró az. Nem is fulladtam, nem volt semmi problémám egyébként. Javult a helyzet. Nem is mondtam semmit, eljöttem. Megint eltelt az idő, közben akkor azért nézelődtem, gyújták, Gyuri bácsinak az oldala, stb. Más érdekességek, akkor találtam a parlagfűre. Elméletileg a parlagfű az egyik legnemesebb gyógynövényünk, azért írtatják tűzzel, vassal, mert félig meddig egészséges lenne mindenki azt szedni. Persze ezt is egyénileg valaki elhiszi, valaki nem. Én valamennyire hittem ezeknek a cikkeknek, és akkor megcsináltam magamnak a kis parlagfű főzetemet, leszedtem a parlagfűet, betettem a pálinkába 70-80%-ra, azt adtam egy 2-3 évig, és elkezdtem azt is szedni. Tehát megint egy év, visszamentem a dokihoz, újra kontroll, lásd csodát, 95-97%-os volt a tüdőkapacitásom. Megkérdezte a doktornő, hogy fiatal ember, hol iratja fel a gyógyszert? Hát nem csókolom, nem irattam fel. Nagy büszkén elkezdtem mondani, hogy én miket szedek, vitamin, parlagfű. Úristen, fiatal ember, maga őrült, meg fog halni, ha ezeket szedi. Ha nem szedi a gyógyszert, akkor nagyon nagy gondok lesznek.
Hát mondom, jó van. Ez nem túl biztató jel, ahogy mondja, de most már én úgy látom, hogy az állapotom javult. Aztán rájöttem, hogy hiába mondtam én ilyet a doktornőnek, mert neki nem az a célja, hogy ilyen más dolgokat szedjek. Most vagy tudta az igazságot, vagy nem, vagy az ő tudása szerint próbálta azt, hogy ilyen is kell szednem az orvosságot, de az én esetem is mutatja, hogy megjavult a szervezetem. Igazából mindenkinek a szervezete az egy öngyógyító képességgel rendelkezik, mint az enyém is, és azóta nincs semmiféle tünet, se egy fulladás, se egy allergia semmire, se egy prüszkölés ebbe a tavaszi vagy őszi időszakba, vagy nyáriba. Úgyhogy ez azt igazolja, hogy mégis van más megoldás, tehát más szemszögből is lehet látni a dolgokat. És egy kicsit lehet másképp is gondolkodni. Persze ez még hozzátesz a sport, egy kicsit a mozgás, a friss levegő és a többi, a megfelelő táplálkozás, a vízfogyasztás, mert ez ugye ahogy teltek múltak az évek, jött hozzá ez a kis apróság, hogy az ilyen kiegészítő dolgok, hogy azért kicsit több mozgás, ez az amaz, megfelelő étkezés, és egyre jobb és jobb lett a szervezetem, úgymond az immunrendszerem. Na persze ugyanúgy más problémák azért voltak, ilyesmi, olyasmi, nem azt mondom, hogy tökéletessé lehet tenni, mert valószínűleg minden betegség lelki eredetű, tehát más problémáink vannak, akkor kreálunk magunk ilyen-olyan dolgot, de ez hál' Istennek helyre jött, tehát hogy ebben csak azt akartam mondani, ugye a doktornő azt mondta, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, hangsúlyom még egyszer, hogy gyógyíthatatlan, tehát ezt nem lehet meggyógyítani, azt mondták, csak szinten tartani. De ez rácáfolódott ugye ebben az egész dologgal, hogy 95-97%-os lett a tüdőkapacitás, azóta nem mértem egyébként, nem tudom mennyi, valószínűleg ugyanolyan jó, mert 2,5 percig visszatom tartani a levegőt, akkor annyira nem lehet rossz az ember tüdeje. Tehát azt mondom, hogy lehet más szemszögből is nézni a dolgokat, másképp hozzáállni mindenhez. Mert mindig lehet egy kicsit azért javítani, tenni a dolgokon, mert ha nem tennénk semmit, mindenki úgy gondolkodna, hogy hó, nekem semmi esélyem, nekem semmit nem tudok tenni az egész dolgért. Persze világ megváltó dolgokat nem tudunk tenni most, mi is arról beszélek. Csak arról, hogy mindenki a kicsit jobban hinne, bízna önmagában. A saját maga portáján egy kicsit megsöprögetni a dolgokat, elsöprögetni, egy kicsit jobbá tenni a környezetét. És azáltal a másik is egy picit jobban élne, az a másik ember, aki melletted van, a testvéred, a szülő, a párod, teljesen mindegy, egy kicsit a szomszédod. A más szemszögben, más nézőpontból állunk hozzá a dolgokhoz, egy kicsit pozitívabban próbáljuk felfogni a dolgokat, hogy igenis lesz még nyár, mert úgy tudjuk, az az én hitrendszerem, hogy azt tanultam és tapasztaltam is, ugye most ősz van, de előbb-utóbb lesz nyár, és ki fog sütni a nap, és ugyan tudunk majd menni, napozgatni ide-oda, jó időben, aki szereti ugye a nyarat, mert csak mindenki úgy megy, hogy nincs esély, akkor nem nagy változás lesz, tehát nem sok esély van úgy a változásra. De van egy kis összefogás, akkor bizony. Igazából nem is kell összefogás, tehát nem is ez a lényeg, hogy összefogás, hanem te saját magadon változtass egy kicsit. Kicsit más szemszögből lásd a világot, hogy nem kell mindent elhinni, amit mondanak például a médiában. Én se hittem el rögtön, tehát meghallgattam a doktornőt és furcsálottam. Először persze elhittem, amikor azt mondta, hogy egy gyógyíthatatlan betegség, de aztán elkezdtem gondolkodni, hogy hogy lehet ez, hogy itt vagyok ilyen fiatalon, akkor még fiatal voltam, most már nem mondja, hogy itt vagyok ilyen fiatalon, és akkor életem végig gyógyszert kell szedni, ezt higgyem el, ez így működik ebben a világban, nem, valami nem stimmelt, és addig, még ugye az élet úgy alakította, azaz te saját magadnak, én saját magamat úgy alakítottam, hogy kezembe akadt egy könyv, egy alternatív gyógyászat, stb. És ebből az egésszel ugye helyre tudtam hozni ezt a dolgot, úgymond betegséget. Na, de mit akartam ebből kihozni?
Nem tudom, most kicsit megakadtam. De azért mondom, lement a nap. Tehát. Elnézést. Tehát a hitrendszerről beszéltem, ugye, hogy kicsit más megközelítéssel mentem rá a dolgokra, és mindjárt meg tudtam javítani a dolgaimat. Tehát azáltal, hogy csak avval megkérdőjeleztem azt a dolgot, hogy biztos, hogy ez így van-e. Mert nem biztos, hogy úgy van. Ha én másképp hiszem, akkor igenis tudok tenni a dolgokért. Igenis tudok egyről a kettőre jutni. Igenis tudok segíteni a másiknak, a harmadiknak, hogyha veszek valamit, egy kis borravalót adni az eladónak, vagy a pincérnek, vagy stb., hogy örüljön neki. Persze mondhatják azt, hogy hú, neked könnyű, mert mit tudom, ez meg ez van neked. De ez a teremtés dolog, ez úgy működik, ugyanúgy, mint az egészséget, te magad teremted, tehát a pénzedet is. Amikor elindultam én is az utamon, tehát 0 forinttal indultam, nem volt semmi. Aztán lett belőle ház, kocsi, stb. Becsületes, normális munkával, nekem nincsenek kormány közeli ismerősök, akik ugye segítettek, hogy előrévűsök, hanem a semmiből csináltam valamit, többet. És igazából ez a semmi, ez mindenkinek adott. Tehát neked is, mindenkinek ott van az a semmije. Tehát abból tudsz csinálni valamit. Nyilván nem egyszerű, de ez is a hit kell ahhoz, hogy higgy önmagadba, higgy abba, hogy igenis el tudsz érni valamit, hogy tovább tudsz lépni, és meg tudod teremteni magadnak azt, amit szeretnél. Csak azt tenni kell, ugye, az föl kell állni a fotelból, el kell menni, csinálni, ötletelgetni, beadni egy pályázatot, nem biztos, hogy sikerülni fog, nekem is sikerült sok minden elejénte, mert az csődbe ment, nem sikerült, az nem volt az igazi, de aztán kifortak a dolgok, és akkor, hogy minél jobban elkezdtem hinni, bízni önmagamba, azáltal sínre került a dolog, és ment az egész a sztori. Tehát az egész videónak igazából csak annyi a lényege, hogy amit szerettem volna ebben közölni a betegség kapcsán is, meg a pénz teremtés kapcsán, hogy igenis, hogy van remény, igenis, hogy szerintem csak úgy lehet neki menni egy dolognak, hogy ott, ahol vagyunk épp most, azt csináljuk, amihez értünk, amit tudunk, hogy megtegyük a legjobbat a magunk szintje szerint. És az ha egy kedves szó, ha egy mosoly, ha bármi egy olyan dolog, ami kicsit jobbá teszi a másik ember életét, akkor igenis tegyük meg. Nem csak a másik élet, saját magunkért is, mert nekünk is sokkal jobb lesz, és ha nekem jobb, mondjuk, ha én nyugodt vagyok, boldog vagyok, jól érzem magam, tudok kommunikálni a másik emberrel, akkor már neki is jobb lesz, mert ő mondjuk idegbeteg, idejön, elkezd velem pörölni, mondja magáit, darálja, én meg csak nyugodtan végighallgatom. Előbb-utóbb lenyugszik, mert nem lesz ütköző pont, tehát átmegy az egész rajtam. Tehát meg tudjuk beszélni utána a problémáját. De én is neki támadok, hogy avval csak egy konfliktus keletkezik, és még több negatív energia száll föl. Utána ő is idegbeteg marad, én is, aztán azt továbbadom a másiknak, lebasszom ezt, meg azt, meg a harmadikat, mert hogy ugye, vagy pedig csak az a méreg van bennem, ami felgyűlöm lett, ugye, egy hülyeség által, aminek igazából nem is volt semmi értelme. Mert nyugodtan meg tudtuk volna beszélni, hogyha végighallgatom az egészet. Tehát, a lényegi része annyi az egésznek, hogy kezdj el hinni magadba. Bizony. Miért? Azért, hogy jobb legyen neked, meg a szomszédod, meg mindenkinek. Bizony. Mondom én ezt nektek. Érdemes vele kicsit foglalkozni. Odafigyelni. Még igazából ez nem is kerül pénzbe, hanem csak egy kis önmegfigyelés, egy kis olyan dolog, amivel jobbá tehetjük magunk és mások életét, talán a világ sorsát is, mert hogy jó fele megy, vagy nem jó fele megy, fene tudja, hogy van értékrend, vagy nincs értékrend, nem lehet tudni. Én se tudok semmit így igazából, mert ha belegondolok, én is a világ egyik legbutább embere vagyok, mert
fogalmam sincs, hogy mi az a tudás, minden tudásomat máshonnan szereztem. Tehát, lehet, hogy így van, lehet, hogy úgy van, sok minden sejtek, hogy lehet, hogy ami így van, vagy amúgy van, de hogy 100% biztonságra én semmit sem tudok. Azt tudom, hogy most itt ülök, beszélek ebbe a telefonba, aztán majd valaki megnézi, vagy nem nézi, hallgatja, vagy nem hallgatja, jót tesz neki, vagy nem tesz neki jót, azt fele tudja, azt lehet, hogy idáig el se jut, meg kikapcsolja, azt mondja, hogy nincs értelme ennek hallgatni ezt az embert, mert fölösleges. Akkor fölösleges, igazad van. A másik azt mondja, hogy volt értelme, mert egy kicsit beteg voltam, és átmentem egy más alternatíva, vagy úgy azt igazad van. Tehát a maga szintjén mindenkinek igaza van abból a nézőpontból, amit lát, amit hall, amit tapasztal, mert az ő tudatszintje, amilyen tudatszinten vagyunk, azt látjuk, azt halljuk, azt tapasztaljuk nyilván. És abból a szemszögből igazad van, neked is, meg neked is. Mert onnan te így látod a dolgokat, ez a te valóságod, innen én ezt látom, ez meg az én valóságom. Én ebbe hiszek. Én abba hiszek, hogy ezzel a dolgokkal, a jóval, a szeretettel, a gyógytákkal, a sok minden olyan dologgal helyre lehet hozni az ember életet, és jobbá lehet tenni mindent. Idővel. Lassan, picikek is apró változások, de ezeket nem tesszük, ha nincsenek ilyen dolgok, akkor nem fog jobbá tevődni idézőjelben ez a dolog. Mert hogy merre megy a világ, azt nem lehet tudni tényleg, hogy jó fele vagy nem jó fele megy, de én hiszek abba, hogy előbb-utóbb majd egy jó irányt fog venni. Azt, hogy megérjük-e mi, azt nem biztos, de hiszek benne, hogy előbb-utóbb jó irányba fog menni, mert most is, amióta tart ez a szírszarság 2 éve, persze senkinek nem jó dolgok ezek, hogy ilyen-olyan basz, meg oltás, meg stb. Meg mindenféle furcsa dolgok vannak. Meghalunk, nem halunk, stb. Lesz munkánk, nem lesz munkánk. De maga a félelem az nem jó. Tehát az biztos, hogy nem jó. Na visszatérve arra, hogy most jó irányba halad ez az egész emberiség, vagy nem jó irányba, azt nem tudjuk. De valamerre halad, és hiszek abban, hogy a végén egy jó dolog fog kiburjánozni ebbe az egészből, akár mi is lesz a vége, mert ennek az egész társadalomnak, ennek az egész rendszernek az alapjai nem túl jók. Tehát az, hogy minél többet vásárolni, minél nagyobb tévét, minél nagyobb kocsit, minél több kaja, minél több ruha, minél előrébb, minél több pénzem legyen, mint mindig csak még, és ez hogyha erre fele megyünk, szerintem akkor ez szétdurra, mint egy lufi. Mert nincs semmi, nem lehet megbozdulni az utakon, gyerekek, bejössz ide Pécsre délután, annyi gépjármű van. De szemetelünk, mint az állat, tehát dobálunk szét mindent, veszel valami műszakit, ott elramlik, mert nem javítod meg, puf, ki az ablakon, jöhet a másik, a harmadik, 43 pár cipő, de veszek még egyet. Tehát mindenki ilyen félreértés ne esik, nekem is vannak ilyenek, ugye autó, meg stb. Minden. Ez csak így elméletben. Tehát én sem tudom megcsinálni azt, hogy eldobom a telefon, meg eldobom a kocsit, és akkor csak valahogy egy arany középutat kéne keresni, és lehet, hogy ez az egész azért van így az egész emberiségnek, hogy valamilyen szinten fölébresszen minket, tehát valamilyen szinten magunkhoz térjünk és visszatérjünk önmagunkba, mert ha ez nem fog megtörténni, akkor nagyon nem lesz jó az emberiségnek valószínűleg. De hát ezt se lehet tudni, ez csak egy ilyen gondolati síkon elmélkedés, így, hogy most itt elmélkedek magamba. Azaz nem magamba, mert egy páran biztos, hogy meghallgatják ezt az egészet, amit én itt elmélkedek. Tehát a lényegi része nem is húzom tovább a csűröm, csavarom a szót, mert rengeteget beszéltem, kezd kiszáradni a szám. A lényegi része annyi, hogy érdemes kicsit más oldalról is megközelíteni a dolgokat, érdemes kicsit elkezdeni hinni önmagunkba, biztatni a másikat, hogy csináld, igenis, mert van értelme, ne hagyd abba, bármit is csinálsz, az a lényeg, hogy csináld. Lehet, hogy nem fog sikerülni elsőre, másodikra, de csináld, próbálkozz, haladj a kis utadon. És hidd el, hogy előbb-utóbb a példádból fognak tanulni. Lehet, hogy csak egy, lehet, hogy kettő, lehet, hogy mindenki azt mondja, rá legyen, hogy ez hülye, ez megbolond, ne foglalkozzatok vele. Meglátjuk az idő. Mindent eldönt, hogy ki merre, hova tart, meg hogy jobb élni.
Én úgy érzem, hogy nyugodtan, békében sokkal jobb élni. Az biztos. Mint idegeskedve, zsörtölődve, morgolódva. Mert ez az ideg, ez a stressz, az mire jó? Semmire igazából. Persze mondhatni, az a szemét fölidegesített. De nem ő idegesített föl, ha belegondolsz, nem ő idegesített föl, hanem te belül, az idegesség benned, itt benned keletkezett. A te reakciód arra a másikra, hogy ő viselkedik. Mert nem tudtad nyugodtan fogadni, mert azt gondolod a nagy egóddal, hogy én vagyok a Jóska Püstör, nekem aztán ne szóljon be, érted? De közben kinek ártasz fel a saját magadnak, mert ott az ideg szétfeszít. Benned megkeletkezett ott, és ott marad a negatív energia, az a kis rossz. Na. Volt értelme? De, hogy volt. Semmi értelme nem volt, ha belegondolsz. Semmi. Ugyan vajon semmi. Na tehát, egy szónak is szállt, a vége, szokták mondani. Lassan befejezem, mert megmozgatom a csülkeimet. Egy a lényeg, hogy kezdj el hinni önmagadban. Csináld a dolgaidat. Itt és most, mert most érünk, most ebbe a szent pillanatba. És igenis, hogy jobbá lehet tenni a dolgokat, igenis, hogy lehet segíteni, igenis, hogy van még remény. Én biztos vagyok benne. Ha el kell ültetni egy fát, ültess el, ha fel kell szedni a szemetet, szedd föl. Ha rá kell mosolyogni valakire, mosolyog rá. Ha kell adni egy kis borravot, akkor adj egy kis borravot. Hát kell engedni valakit az úttesten, akkor engedd át. Hidd el, hogy jobbá teszed annak az embernek a napját. Sokkal jobbá teszed annak az embernek a napját. Abba biztos vagyok. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Na, nagyjából ennyi. Kikapcsolom, mert szomjas is vagyok, mint az állat. Megyek egyet, járok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad ezt a valamit. Na, szevasztok. Azt nem akartam mondani? Jó, nem mondok semmit. Na, elég volt mára, persze. Higgyünk önmagunkba, ennyi. Egy kicsit legalább. És biztos, hogy jobbá tudod tenni magad és más életét. Ha egészségügyileg, ha belsőleg, nyugalmilag, te valahogy tudsz segíteni másnak. Te is, mindenki tud segíteni a másiknak. Hidd el, mert nem vagy se kevesebb, se több a másiknál. Benned is ott van az erő, az isteni szikra, ami kell ahhoz, hogy előrébb juss. Csak higgy magadban. Bárhol is vagy, bárhol is tartasz az úton. Hidd el. Higgy önmagadban. Egy kicsit, de egy nagyon-nagyon kicsit legalább. Szavaz, tok!